Kurt Smith, Fekete Zoltán. Lachlan Monroe, Sesták Szabolcs. Angela Featherstone, Urbán Andrea. Nyomás alatt. Erős fájdalom a has bal oldalán. Vérzik is? Nem vérzik. Istenem, ez egy behatás. Ezt hogy érted? Csak úgy fáj, vagy megütötték? Hát nem tudom. Diagnosztizált. Épp ezért hívlak. Erős fájdalom a has bal oldalán. Diagnosztizált. Ja. Jól van, hát akkor... Vakvérgyulladás. Mennyi pénzbe fogadtál? Egy 20-asba. Sajnálom, Steve. A lépe az... A lépen. Én megmondtam, hogy a vakbél a jobb oldalon van. Jó, tudom. Tudod, egyeseknek ez nem csak játék, mert valós esetekkel találkoznak. Igazi betegekkel, kösz. Meg se kérdezted, hogy megműtöttek-e. De már meghalt-e, rendben? Egyesek vannak olyan kedvesek, hogy átvállalják mások műszakját. Tudom, és megint mások telefonálnak, hogy elmondják, egyesek hiányoznak. Na jó, most már elég. Tényleg rosszul vagyok. Meg nem késő, ugye? Találkozunk kéne. Nem tudom. Találkozunk, amikor találkozunk, jó? Szeretlek. Nagyon helyes. Olyan megható volt, hogy pisálnom kell. Fogd be! Komolyan, haver, álljunk meg! OCCC, mi az? Nem tudom. Oregoni civil... vagy ortopédusok cicáinak cumia. Nem. Már csak oregoni cvikkergyártók céhének cégére. Országos celebrált cölibáltak cunnilingosa. Oregoni csapatbuzdító cicamicák csúcs találkozója. Te is láttad, ugye? Láttam. Olyan, mintha belecsöppentünk volna egy sörreklámba. Te most elmész pisálni, aztán megyünk. Pisálsz, megyünk. Tele van a kocsma a legkirályabb pompomlányokkal. Bármennyire is jó hangzik, Patrick, mi ma estére vissza kell érnünk San Franciscóba. Ne csinálnak, kérlek! Hölgyeim. Na jó, ez alapot adna egy pornófilm készítéséhez, méghozzá nem is akármilyenhez. Most elmész pisilni, aztán indulunk. Ennyi. Jól van, én most elmegyek pisilni. Aztán megízunk néhány sört, és indulunk. Nem. Steve! Patrick! Egyet! Csak egy sört! Jó, egyet. Igen! Figyelj, most már évek óta kókadozol, és ez egyre rosszabb lesz. Mi van veled, haver? Mi van a fejedben? Mi a bajod? Geményen dolgozom. Te csak átfutsz egy könyvet, és már is kívülről fújod. Nem értem. Steve, az orvosi egyetem nem egy színjátszókör. Ott küzdened kell. Ugyan már, haver? Nézd egy kicsit körül. Isten az öletbe hullajtott egy kis szeletet a paradicsomból. Érted? Próbálj meg kikapcsolódni. Lazíts már. Érezd jól magad. Jól érzem magam. Nem, ez csak bemeséled magad. Ezt te nem tudhatod.
Hello! Közelebb megkérdezik, fiam, akkor mondj igen. A haverod a csapat szellem híve. Igen. Igen, úgy tűnik. Bíró vagy? Nem. Pompom lány vagy? Rohadt pompom lánynak tűnök. Rohadt valaminek tűnsz, és lehet, hogy nem pompom lánynak, de nagyon örültem. Elpirultam? Csak mert soha életemben nem raktak így helyre, tudod? Nem tudom, hogy pofon vágjalak, vagy... Vagy mi? Én bőr vagyok. Steve. Figyelj, Steve. Nem vagy helybéli. És azt mondtad, hogy bíró sem vagy. És azt sem tudom elképzelni, hogy olyan pasi lennél, aki tinédzserekkel viháncol egy útszéli kocsmában. Megengedem, hogy elmondd, ki vagy. Igen, persze, én orvos vagyok, és csak medikus még, de tudod, én meg a barátom, mi egy konferencián voltunk a... Nézd, én nem akarok ma este az a pasi lenni, aki... Tudod. Az jó. Mert semmi kedvem hozzá. Igen, én... Szóval nekem sincs. Steve. Steve vagy, ugye? Szeretnék mutatni valamit odakint. Micsodát? Mit akarsz mutatni? Egy dudort. Egy dudort? Lehet, hogy csak anyajegy, én nem értek hozzá. De ha itt mutatom, meg letartóztatnak. Tényleg? Biztosan azonnal megnyugodnék, ha egy orvos megvizsgálna. Igen. Jó. Akkor mutasd meg, hol fáj. Na, és milyen kocsija van egy orvosnak? Az a kék Mustang ott. Ó, tényleg? Uh-huh. Szép. Kösz. Na gyere, Doki. Ez az itt. Jól látod? Nem igazán látom. Akkor hajolj közelebb. Nem, én... Oh.
Nézd, Amber, nem lehet, én nem tehetem meg, nem... Én kívánlak, hidd el, nagyon kívánlak, de nézd, én szeretek valakit, és ez az egyetlen dolog az életemben, amit jól csinálok, tudom, tudom, hülyén hangzik. Nem hangzik hülyén. Aranyos fiú vagy. Szerencsés az a lány. Tényleg sajnálom, hidd el. Nem. Én sajnálom. Nagyon sajnálom. Ez most komoly. Mi? Hogy olyan aranyos, meg amiket mondtál. Hagyjál már, Bó! Hozzáért a cicidhez? Vedd már el a tárcáját, és húzzuk el innen minél előbb. Úgy tűnik, hogy minden alkalommal egyre többet engedsz meg ezeknek a fickóknak. Ha már nem is számítanék. Szóval már attól se gerjedsz be, ha megvered őket. Ha csak még egyszer megalázol ezek előtt a puhány városi paprika Jancsik előtt, megmutatom neked, hogy mitől gerjedek be igazán. Figyelj! Nem volt szerencséd. Ha tudtam volna, hogy ilyen béna vagy, esküszöm, hagytam volna, hogy rámássza nőmre, mert én kedves ember vagyok. Bo! Hé! Hey. Remélem tudod, hogy melyik kocsival jött. Jó kislány, várj a furgonomnál. Addig mi egy kis indiánosdit játszunk, Mr. Stephen J. Hillmannel, aki San Franciscóból érkezett. Még senkit se kaptunk el a melegek fészkéből, Szivi. Ne csináld, Bo. Ó, ez egy ritka alkalom. Most már hagyd békén. Menj a furgonhoz! Ne akart, hogy visszaküldjelek az átnevelőbe! Steve... Tehát mit szólnál, ha mi ketten elmennénk játszani az erdőbe? Miért csinálja ezt? Miért? Hát, mert jó buli. Fogod. Apámmal is ezt játszottuk. Minden szombaton. Az edzések előtt. Igen. Tudod, én meg az apám. Jóban voltunk. Nem lógtam a városban a többi sráccal. Nem ám. Szerettem apát. De őszintén, minden áldott este adtam a vénszivarnak egy nagy csattanós puszit. Ez nagyon megható. Ahogy mondod. Kezdjük. Annak idején gumilövedéket használtunk. Ezzel sokkal morisabb. Mit akar tenni? Ne! Ne mozogj! Esküszöm neked, hogy imádni fogod. Ne! Ó, a fenébe, Bo. Ma a formában vagyok. Általában néhány lövés után elfáradok. Ne! Oh-ho! Ki,
de finom, meleg. Kérem, ne öljön meg, kérem! Mindent elvert, amit csak akar, kérem! Megtörtént. Elvette. Képzeld, apám, egyszer majdnem kilőtte a szememet. A szememet, érted? Az apám, igazi cowboy. Igen, mindig hátul tartja. Biztonságosabb, de én jobban szeretem ide dugni. Mondd, hogy húzzam elő. Ne. Mondd már. Nem. Na halljam! Jézusom! Nem! Mit tettél? Nem én voltam! Én ölött rám énből! Lövöltözött rám! Itt a 418! 418! 418, hallgatom! Egy rendőr megsérült! Egy rendőr megsérült! Mi a helyzete, 418? Maga zsaru! Az erdőben vagyok, Charlie kocsmája mögött! Maga zsaru! Ne! Meg akarsz ölni, kérlek, ne ölj meg! Megölni? Még hogy én? Emlékszik rám, az előbb még céltáblának használt! Ha nem akarsz megölni, akkor menekülj! Mit akar tenni? Én semmit! A 410-es, a közelben vagyok, már is indulok! Minden egységnek, egy rendőrtiszt megsérült! Álljon a kézben lépve! Beszélni, hallasz engem? Hát a 412-es, hol van? A Charlie kocsmája mögötti rendőrben van! Fossz! Itt a 410-es, most fordulok rá a útra! Egy perc múlva ott vagyok! Nem 410-es! 418-as vettélvadás! 418-as jelentkezzen! 418-as jelentkezzen! Vétel! És a térkalács után következik a szárka poncsont, valamint csípcsont. A csontokat iszpuk borítják innentől, és... Patrick! Nézd, haver! Figyelj! Nekünk most... Ha nem tévedek! 8 tekilát ittam, úgyhogy segítened kell, de te is figyelj rám, el kell tűnnünk innen, de azonnal el kell tűnnünk innen. Gyere, indulnunk kell! Tracy épp most mutatja meg a... Mennünk kell! Nyugi! Tracy, foglald nekem a helyet! Figyelj! Steve! Elrontod a csajok buliját, és nekem is az idegeimre mész. Csasznek! A feltételezett gyanúsított Steven J. Hillman fehér férfi, 25 éves. 175 centi magas, kb. 70 kiló barna szemű, barna hajú, kék inget és farmert visel. Fegyver van nála és rendkívül veszélyes. Ki a fenéről beszélnek? Ez az a fickó! Ah!
kapcsolt ki! Steve, mi a fene folyik itt? Patrick, mehetnénk végre? Persze. Nagyon sajnálom. Sajnálom! Sajnálom. Állj! Várjanak, nem csináltunk semmit! Dobd el a fegyvert, te rohadék! Nem csináltunk semmit! Istenem, ne! Megölte Charlie-t! Jaj, ne! Ki a fene lehet? Ki tudja, biztos valami őrült. Sheriff, küldjön erősítést, a gyanúsított lelőtt egy túszt. Uramisten! Ne! Nem mondd azt, hogy én... Ó, oh, Ezra-nek! Hey, várj, Steve, figyelj csak! Tedd le a fegyvert, rendben? Ez baromi jó buli, Patrick! Egy darabka paradicsom hullott az ölembe! Figyelj, haver! Most kimegyünk és megmondjuk nekik, hogy mi nem csináltunk semmit! Mi? Az előbb az egyik helyi zsaru a szemem előtt szétlőtte a golyóit, miközben engem céltáblának használta az erdőben, és a nője kirámolta a kocsinkat. Micsoda? Úristen, ezek azt hiszik, hogy én lőttem rá a társukra. Felfogtad, mit jelent ez? Jó van, Steve! Mondd meg, hogy mit csináljunk! Mondd meg, hogy mit akarsz tenni! Nem tudom! Mit csináljak? Hey! Maradjatok együtt! Feküdjenek a földre! Engedjék el őket! Nyugi, nem lesz semmi baj. Most balra! Nyugi! Dobja el a fegyvert! Dobják el a fegyvert azonnal! Most mit csináljunk? Állj! Tovább! Gyerünk, mozgás, gyorsabban! Gyerünk, lányok, gyorsabban! Engedjék el a lányokat, és nem esik bántódásuk. Gyerünk, szálljatok be! Befelé! Befelé! Nyugodjon meg! Fontos, hogy eszméleténél maradjon! Figyeljen rám, Dugi! Nem érdekel, hogyan! Nem érdekel, mibe került, csak mentse meg a farkam! Nem akarok úgy élni, hogy nem működik a Megteszünk farkam. Mindent, ami csak lehetséges, de most engedje el a köpenyemet! Nem akármilyen húszcafatról beszélek, Dugi! Ez a legnagyobb kincsem! Az Isten adta családi ékszerem! Te szerencsétlen barom. Apa! Ne szólíts így! Nem azért vagyok itt, mert annak idején megdugtam anyádat. A sheriff vagyok! Sheriff, sajnálom, uram. A körzetben az a hír járja, hogy a saját fegyvereddel lövetted szét a töködet. És nagyon is el tudom képzelni rólad, hogy szétlövöd a farkadat. De Bo, fiam, hogy mással löveted szét,
Ez még nekem is sok. Mert én nem tudnék úgy élni tovább ezen a világon, hogy valami senkiházi elvette a fegyveremet. De nagy szerencséd van, Bo. Mert ha az a senkiházi még nem lőtte volna szét a lomposodat, akkor én magam tenném meg. Annak a rohadéknak most 60 túsza van. Megölte Charlie-t. Johnson és Sims pedig ott guggolnak járőrkocsijuk maradványai mögött csak azért, mert valami barom, aki állítólag zsaru, hagyta, hogy egy nyomorult patkány elvegye tőle a fegyverét. Sheriff! Apa, megfulladok. Szólíts Sheriffnek, te idióta! Sheriff, kérem, uram, be kell vinnünk a műtőbe. Vérezzen el! Tudja a vércsoportját? Nulla negatív, mint nekem. Két egység nullás negatívot. Jól van, fiam. Sheriff. És most szépen elmondott. Pontosan mi történt? A hátam mögé került. És leütött egy nagy fadarabbal. Csöndben maradnátok, gondolkozom! Lányok, lányok, nyugalom! Segítenetek kell nekünk! Rendben van? Itt jó lesz. Délfelé tart a 99-esen. Johnson meg én a nyomában vagyunk. A gyanúsított túszokat vitt magával, egy fehér férfit és néhány pompom light. Jézusom! Uram, atyám! Fenének kellett levetetned velük a pólójukat. Szerinted a zsaruk otthagynának három zokogó filmesztelen lányt a kietlen, sötét országúton? Nem, barbárok? Épp most hagytunk három filmesztelen lányt az országúton. Igen, és épp ezért már nem is követ senki, látod? Ez annyira... Micsoda? Én csak haza akartam menni, de nem! Te pisilni akarsz majd, táncolni aztán... Beszéljünk arról, hogy mi volt aztán! Rendben, én már mentem volna, de nem! Mr. Szoknyapecér már nem volt a bárpultnál, mert kikísért valami szőke bombázót, és miért? Talán leregőzni? Mit mondok majd Sarának? Várj csak! Sarah! Ez most nem éppen a vallomások ideje, nem gondolod? Segíthet rajtunk! Ez az... Hát majd én felhívom! A francba! Steve Hillmannel akarok beszélni. Ha leteszi a fegyvert, beszélhetünk. Felőlem rendben. Csak beszélni akarok. Rendben. Próbáljuk nyugodtan megbeszélni. Mi lenne, ha közelebb mennék? Úristen, ez nem igaz. Szálljanak ki a kocsiból és kezeket a magasba! Elintézem, Johnson, most ne avatkozz bele! Sheriff? Igen, Johnson, éppen azon vagyok, hogy... Hamarabb ideértünk volna, csak biztonságba helyeztük a túszokat! Fogd már be a lepcses szádat, Johnson! Jól van, fiam! Ejtsük meg azt a beszélgetést! Steve, talán ez a fickó segíthet. Csak egy módon tudhatjuk meg. Steve, ne! Mi a... Jól van! Jöjjön ide, de közben lássam a kezét! De csak kíváncsi vagy, hogy a... Ugye nem fogod lelőni a fickót?
Nehéz lesz úgy beszélni, hogy fegyvert szegeznek rám. Jól van, fiúk. Tegyétek le a fegyvert. Nem hallotta, Sims? Tedd le azt a fegyvert! Rendben. Akkor beszélgessünk. Ígérem, nem esik baja. Az a fegyver a kezében. Biztos a fiamé. Mi? Bo Cooper, sheriff helyettes. Ő az én fiam. Nézzen, nagyon sajnálom. Hogy van? Életben marad? Egy jó ideig egy csövön keresztül fog pisilni. De aki jelvényt visel, vállalja ezt a kockázatot. De Charlie, a bár tulajdonos, akit megölt, egyszerűen csak egy kocsmáros volt. Nem, én öltem meg. Szívesen hallanám a maga verzióját is. És a fiát se lőttem meg, érti? Hátravitt a... Várjunk csak. Maga az apja? Igen. Ne, Nyugi. Steve! Kezeket fel! Ne! Fel! Feljebb! Apám hátul tartja. Biztonságosabb. Maga szerint kimondta. Fiam! Neked végképp elment a józan eszed. Kapsz tőlem egy kis időt. Vagy most azonnal megadod magad? Vagy mi? Vagy meg kell, hogy öljelek. Jól van. De ez az egész csak egy félreértés, érti? Most elszámolok háromig. Egy. Épp hazafelé tartottunk. Kettő. Higgy el, kérem, én senkit sem lőttem le. Három. Rendben. Steve, gyere, szállj be a kocsiba. Nem. Patrick, hová megy ez? Állj! Nem hallotta? Álljon meg! Állj! Mr. Hillman, úgy érzem, hogy már mindent megbeszéltünk. Steve, azonnal szállj be a kocsiba! Francba! Menjünk el, indíts már, gyerünk! Csíptél valami kis csajt a kocsmában? Én csak életben akarok maradni! Lehet, hogy engem is átvesz! A pokolba! Már is a pokolban vagyunk! Füsszagot érzed? Füsszagot! Ez nem lehet igaz! Vedd úgy, hogy meghaltunk! Gyerünk! Elvette a fegyveremet! Megyünk, ennél futni is gyorsabban tudunk. Gyere! Szállj ki! Siess! Jövök! Igyekezz! Itt van! Blokádot minden bekötő úthoz.
túlélő készlet földrengésre? Még jól jöhet. Steve, most mondd meg, hogy... Nem mozogj, leszedem! Ez nagyon fáj! Leszedem! Steve! Nyugi! Ez percről-percre rosszabb lesz, Steve! Már is! Ez az! Vigyázz a vállatra! Figyelj, neked kellene egy tetanusz. Sims. Azt hiszem, hogy Johnson-t. Azt hiszem, én lőttem le Johnson-t, uram. Mi a fenéről hadovászik nekem? Láttam, hogy elhalad a kocsi, és láttam őt, én tettem. Na. Ide figyelj, Sims. És jól figyelj. Mi rendőrök nem tartozunk az átlagos emberek közé. És a mai világban a népnek hinnie kell, hogy megvédjük őket, a vagyonukat és az országot. Igen, uram, de... Figyelj! Megesküdtél, hogy a törvényt szolgálod, és hogy mindig engedelmeskedsz neki. Ebben a körzetben én vagyok a törvény. Én pedig azt mondom neked, hogy nem te ölted meg szerencsétlen Johnson-t. Most szedd össze magad és mondd, hogy igen, uram. Igen, uram. Minden rendben jön. A fészkes fenébe. Hamarosan ránk másznak az FBI ügynökök. Add a fegyvered. Nos, ezentúl, ami ezt a fegyvert illeti, Hillman ezt is elvitte az enyémmel együtt. Világos? Igen, uram. Rettenetes dolog meghalni. Van annál rosszabb is.
törlést. Sokkal könnyebb lenne altatásban. Tartsa meg. Még mit nem. Így legalább végig szemmel tarthatom. Hallottam, hogy maguk hentesek. Néha egészséges lábat is amputáltak. Biztos úr. Hogyan már, testvér? Nekem is volt egy csomó ilyen esete. Pont ilyen esete. Elnézést. Tud mondani valamit Cooper rendőrtisztről? Nem. Nem tart sokáig. Ne talál rokona? Nem. Mondtak már valamit? Ez az. Kinek nem mondtak senkinek semmit. Ó, elnézést. Megmondaná, hogy... Nővér! Bo? Itt vagyok, baby. Hello, Bo. Oh, Bo. Gyere, szia. 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 Figyelj. Akármi is van nálad, szabadulj meg tőle gyorsan. Már túl vagyok rajta, Bo. Helyes. Figyelj, Bo, én félek. Túl nagy cirkusz lett a dologból. Ha megtalálják a srácokat... Az a lényeg, hogy észnél légy. Rengeteg dolgot meg kell beszélnünk. Mint például azt, hogy lehetne befogni azt a rohadt nagy szádat. És ha mégse sikerülne, akkor egyeztetnünk kell a te mesédet azzal, amit én mondok a történtekről. Bo, most fájdalmat okozol. Dehogy, Amber, nem okozok. Csak világossá teszem a dolgokat. Egy hullámhosszon vagyunk? Igen, Bo, ahogy akarod. Akkor jó. Akkor jó. Bo, hallottál Johnsonról? Idehozták. Lelőtték és meghalt. Mi? Oregon államban a helyi rendőrség keresi Stephen J. Hillman San Franciscói lakost, aki túszejtéssel, emberrablással, súlyos testisértéssel és két rendbeli gyilkossággal gyanúsítanak. A rendőrség nagy erőkkel nyomoz a szökésben lévő brutális álmukfutó után, akinek egyik áldozata egy rendőrtiszt. Paul Cooper sheriff helyettest komoly sérülésekkel szállították be ide, a Langtoni kórházba. Hé, hölgyem! Ez már fáj! A rendőrség csupán annyit közölt Hillmanről, hogy fegyvere van és rendkívül veszélyes. Hölgyem! Jody Marconi tudósítását hallották élőben az oregoni Langtonból. Vedd át, jó? Lejárt a műszakom. A francba! Mi van? Lemerült az aksi. Remek! Eldobhatod! Valamire csak jó lesz. Nesze! Harapj rá! Mit? Ne mozogj! Elrejtett pótkulcs. A kocsi alváza. Kötszerek a csomagtartóban. Normális esetben szembe röhögnélek. Most nem röhögsz ki. Meg kell mondanom, Steve. Ahhoz képest, hogy mibe másztál. Jól. Össze tudtad szedni magad. Tudod, hogy sokat pofázom, ugye? Vagyis... Most tudtad meg csak igaz, nem? Nem. Ezt már nagyon régen tudom. Ne. Jó van. Au. Pihenünk, de aztán tovább kell mennünk. Ha lelőnél valakit, ébresz fel. Ah.
Az álmokfutó gyilkos Stephen J. Hillman még mindig szökésben van. Rendőrök százai fésülik át Oregon állam északi részének erdőit, és túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az állam történelmének eddigi legnagyobb embervadászatának lehetünk tanulni. Jó reggelt! Jó reggelt! $300 bánja, ha szemetelsz az erdőben. Nem tudtad? Nem tudtam. A természet lebontja az emberi tetemeket. De ezt a sok vacakot... Én szemétnek nevezem! Nem gondolja, hogy a kukacoknak már fáj a foguk a maga tetemére is? Ki maga? A nevem Oli. Oli Parks. És ti az én területemen bókláztok. Látom, nem hiába fáradtam a csapdákkal. Tudja, kik vagyunk? Ne legyen szégyellős, Mr. Parks. Tudja, hogy kik vagyunk? Nekem is van tévém. Vigyen oda. Maga nem valami barátságos típus. Nincs szükségem társaságra. Szóval... Hogy megy ez maguknál, hegyi remetéknél? Egyszer csak kizuhannak a való világból, vagy tudatosan választják, vagy egyszerűen kidobta az asszony? Nyugodtan viccelődj csak velem, fiam. De amikor a kormány beavatkozik az életedbe, örülnél, ha jönne egy magamfajta, hogy megvédjen. A rendőrség tovább keresi Stephen J. Hillmant és ismeretlen személyazonosságú bűntársát. Ma délelőtt Bo Cooper sheriff helyettes sajtókonferenciát tartott a Langtoni kórházban. A kettes csatornának Jody Marconi tudósít. Ez az ember nyilván pervers. Micsoda? A barátnőmet, Amber-t próbáltam megmenteni ettől az őrült fickótól. Amber büszke a sheriff helyettesre? Igen, büszke vagyok. Sheriff helyettes, ha üzenhetne valamit az elkövetőnek, mi lenne az? Hogy elkapjuk. Egy olyan ember szavait hallhatták, aki megpróbált megállítani... Oda néz, az ott száll, ott a háttérben. A Langtoni kórházból Jody Marconi tudósítását láthatták. Ó, ez jó. Nem lehet könnyű. A riporterekkel beszélni. Igen, nem így képzeltem el a napomat. A hazugság csak nehezíti a dolgot. Te ki vagy? Steve Hillman barátnője vagyok. Te meg Bo Cooperé. Szóval egyformák vagyunk. Így gondolod? Nem, nem vagyunk. De némelyik nő bármire képes a férfiért, akit szeret. Akkor nem fogd vissza magad. Azt mondod, megtámadott? Igen, azt. Tudod, hogy nem igaz, Steve, nem tenne ilyet. Nagyon magabiztos vagy. Hadd kérdezzek valamit, ha nem támadott rám a parkolóban, akkor vajon mi csináltunk, mi, ha? A te Steve-ed meg én. Figyelj, tudod, mikor van a szülinapja, mi a kedvenc fagyi, a kedvenc színe, étele, stb., de én is tudok valamit a te Steve-edről. Tudom, milyen sós a bőre íze, és tudom, hogy a csókja nagyon száraz. Ha végig csókol, a testem nem lesz nyálas. Ha még nem ismered igazán, akkor most időt spóroltál. A férfiak barmok. Elnézést. Van telefon ebben a kupiban? Tuszként tarthattok fogva a saját otthonomban. De ez nem jelenti azt, hogy együtt kell működnöm veletek. Igaz. Igaza van. Miben van igaza? Várj, Steve!
Mi a felé csinálsz? Nyugi! Hey! Patrick! Bíz bennem! Nem szabad! Nyugi! Nem oldozhatod el! Bíz bennem! Uram! Sajnálom, hogy zaklattuk. A saját birtokán háborgattuk, ezért elnézést kérek. El kell mondanom valamit, és nincs miért hazudnom. A kormányom ellenem fordult. Olyasmivel vádolnak, amit nem követtem el. Megvertek, vadásznak rá, mint egy állatra, és megpróbálnak megölni. Sárba tiporták a jogaimat. Segítene? Megőrültél? Ez kinyír Nyugi, minket! Nem lesz semmi baj. A francba... Várjon! Ez nem volt jó ötlet. Várjon! Bács! Bács, ne tegye ezt, kérem! Hey! Van egy mobilom. Kértek egy kis levest, fiúk. Elnézést a zavarásért, uram. Itt az FBI. Cooper Sheriff? Segíteni szeretnénk. Frank Running és Shepard ügynök az Oregon irodától. Foglaljanak helyet, fiúk. Sims kiürít maguknak egy irodát, hogy nyugodtan dolgozhassanak. Köszönjük. Nincs más választásom. Én mindig szívesen láttam magukat. Segítettem néhány szökevény elfogásában, mint amilyen az az őrült szekta vezér volt. Tudjuk, és igen nagyra értékeljük. De ez a mostani cétszó a saját házam táján történt. És szeretném a magam módján intézni. Remélem világosan beszéltem. Éppen erről lenne szó. A jelentések szerint minden erőt erre az ügyre összpontosít, amelynek az eredménye tetemes anyagi kár, de semmi több. Térjen a lényegre. Sötétben tapogatóznak. Nézze, sheriff. Nem akarjuk előírni, hogyan dolgozzon. Úgy tekintse ránk, mint együttműködő partnerre. Maguk talán segíthetnek felhajtani a zsákmányt. Óvatosan. Jól van. Ez az. Ügyes vagy, baby. Hey, Bo. Remélem gyorsan rendbe jössz, különben új elemeket kell vennem. Ez most vicc volt? Ne légy undok, Bo. Szedjük össze a holmidat, és menjünk haza. Mondjak valami vicceset? Igen. Ez nagyon vicces volt. Nem gondolod? És most pakold be a többi cuccomat. Mielőtt a vicceim eldurvulnak. Stephen J. Hillman fényképét nézve egy kötelességtudó, ideális diákot látunk. Egy olyan fiatalembert, akit bármelyik lány szívesen hazavinne, hogy bemutassa a szüleinek. De a tegnap éjszakai Oregon állambéli események tükrében egy erőszakos és kegyetlen fiatalembert ismertünk meg. Épp most hívtak. Nincs több tudósítás, még nem lesz újabb halott. Halló, itt Sarah. Sarah. Uramisten. Bocs, hogy nem értem vissza tegnap este, próbáltalak hívni, de a többit már biztosan tudod. Nem, én nem tudok semmit. Csak annyit tudok, amennyit a híradóban mondtak. Steve, mondd el, mi történt. Nagyon félek. Mindaz, amit a tévében mondanak, hazugság, érted? Nem lőttem rá arra a fickóra, ő lőtt rám, és meg akart ölni. Hinned kell nekem, kérlek! Szeretnék hinni neked.
Na jó, mit tehetnék? Ide kéne mennünk, a semmi közepére. Csupa mellékút könnyű eltévedni. Jó van, Sara. Elmondom, mit kell tenned. Mindenek előtt. Védelem kellene. Amilyet csak a nagy nyilvánosság tud biztosítani. Egy tévéstáb? Pontosan. Fel akarjuk adni magunkat, de... Nem mehetünk a helyi zsarukhoz, mert azonnal lelőnének. Jól van. Hol legyenek? Figyelj, a Monroe hegytől délre van egy híd, ahol az 56-os út keresztezi a Mountain View utat. Ott tudok lenni délután 4-kor. És hogy fogod tisztázni magad? Elmondom az igazat. Ezek a rohadékok hamis tanúkkal akarnak elásni. Mint a milyen Amber? Ő is hamis tanú? Igen, rá gondoltam. Szóval az hazugság, hogy tudja, milyen a bőröd íze. Ezt akartad mondani? Sara, én... Figyelj! Nem hagylak cserben, Steve. 4-kor találkozunk. Sara, kérlek! Most mennem kell. Már tud én bőrről. Lehet, hogy mégiscsak jobb lenne neked, ha azonnal lelőnének. Sok fegyvere van, Mr. Parks. Kérsz egyet? Nem, kösz, már van 2. Olyan vagy, mint valami akciófilmhős. Fiúk, a furgonommal nagyon gyorsan ott lehetünk. Csodaszép ez a vidék. Az 1800-as években tűzhányó volt. Egyesek szerint újra ki fog törni, mint ahogyan a Szent Ilona hegy. Furák ezek a vulkánok. Kívülről gyönyörűek, békések, aztán... Nem tudhatjuk, miféle nyomás dolgozik odabent. Érted? Azt hiszem, igen. Fenébe, hogy mi lesz még ebből? A Monroe-hegy? A Monroe-hegy. Nem a fegyverek ölnek embereket, az emberek ölik meg egymást. Ez egy fantasztikus sztori lenne. És én mit tegyek? Hogy mi lesz a szerepe? Csak annyi, hogy oda vezet bennünket. Elmegyünk arra a találkahelyre, és elhozzuk őket. És a kamera mindent vesz. Természetesen. Felhívom a csatornát. Norman, szed előszködj, indulunk. Mi a baj? Steve szava áll a zsarukéval szemben, és egyetlen tanuljuk sincs. Kell lennie bizonyítéknak. Csinálnál egy pudingot? Pudingot? Igen, pudingot. Mikor beteg voltam, a mama mindig pudingot csinált. Persze, amit csak akarsz. Előbb add ide a távirányítót. Rendben. Inkább emeld fel az asztalt. Jó. Tessék. Add ide a távirányítót. Rendben.
És hozz egy sört is. Meg a csoki pudingomat. Köszi, édes. Altató, napi egy tabletta. I always catch you when you fall. You fool, now you're falling all over again. I know there's nothing I can do to keep a hold on you. When you run with such a restless, reckless friend, you're running Shared. With the wind. Running wild like a child. A rohadt pudingodat csinálom! Idd az a szádra! You just go where it blows, and you never seem to know if you can land on your feet again. Stop running with the wind. Bo! Bo! Július 4-ei piknik. Ez az, Bo, szeresd meg! Hú, igen, megvan! Ez az! Bo, ne csináld! Bo! Gyere, ame! Van egy nyomunk. A kocsi? Jobb. Csak halkan, nehogy meghallja. Van egy régi híd az erdőben, a Monroe-hegytől délre. Ott találkoznak valakikkel 4 órakor. Kérjünk erősítést. Nem várhatunk az erősítésre, túl későn érnének ide. Bevassuk Coopert is. Nem tudom, megbízható-e az informátor. Valamiért felhívott. Nyilván a jutalomért. Nem. Egyelőre hagyjuk ki őt, amíg nem tudunk valami biztosat. Nem is tudom, Shepard. Az ő körzete. Be kéne vonni őt is. Már volt egy esélye. Véleményem szerint az amatőrök ideje lejárt. Ezzel nagyon egyetértek. Csoda szép, Oli. Látnátok össze? Egyszer eljövünk. Figyeljetek, fiúk! A szél úgy 2 méternyit balra fújja a köpésemet. Köszönjük, Patrick. Szívesen megnézném a műsort, de nehezen tűröm a tömeget. Oli, mindent köszönünk. Errefelé nem igen történik semmi. Ez igazán jó móka volt egy olyan vén remetének, mint én vagyok. Hey, Oli, figyeljen! Remélem, hogy nem sértettem meg azzal, amit korábban mondtam. Ne aggódj, kölyök! Majd küldök neked valamit. Szóval ott a hegy. Az nem hegy, hanem egy alvó vulkán.
Fegyverrel a kezedben és mérdíjjal a fejeden olyan lettél, mint John Wayne. Amber! Hey, gyere ide, Amber! Nézd meg, közelebbre! Tudod, hogy utálom a fegyvereket, Bo? Jó, van, akkor te csak filmes tovább, jó? Szuper jó érzés. Adj egy csókot. Gyere, Bo, menjünk már haza. Gyere, Bo, menjünk már haza. Szép idők voltak. Itt is vannak. Csak mi lenne, ha előbb megbeszélnétek? Szia. Szörnyen nézel ki. Az ilyen csavargó külső is lehet szexis, vagy nem? Sajnálom, Sarah. Ezt később megbeszéljük. De most ígérj meg valamit. Jó, akármit. Nélkülem. Többé nem utazol. Sok szép közös emlékünk van. Emlékszel, amikor kempingezni voltunk? Kipróbáltuk a bungee jumpingot egy daruról. Bo! Hát az király volt. Ez érdekes. Erre még nem is gondoltam. Érdekes dolgok vannak a szalagon. Bo, én csak... Figyelj! Képes lennél elárulni? Hogy sikerült ilyen ügyesen kifundálnod azzal az üres fejeddel? Mi egy csapat vagyunk, Amber, és vigyázunk egymásra, amikor egyikünk bajba kerül. Nem lesz nehéz elfelejteni téged, te kis szajha! Láthatják a helyszínről. Az FBI... Átvert ez a ribanc. Térdeljenek le! Gyerünk! Most rögtön! Steve! Állj! Álljon meg, vagy lövök! Steve, feküdj hasra! Feküdj le! Steve! Feküdj hasra!
folyik. Elég jól. Még azt hinném, hogy már nem is szeretsz engem. Lerakom őket. Ne mozduljon! Nem. Maradjon ott!
Képi-kopi. Tudja, csak akkor jövünk rá, mennyire szeretünk valamit, ha elveszítjük. Jól szórakozott vele? Tudja, hogy mi ez itt? Ez itt két generáció, két rendőrtiszt, és mindkettőt megfosztotta a fegyverétől. Valami taknyos kis városi kölyök. Lehet, hogy kijöttünk a gyakorlatból. Tudja, a fiam Bó megőrül az ilyen kis játékszerekért. Állítólag nagyobbat durran, vagy valami ilyesmi. De persze ő maga már nem igen fog durrantani. Tudja, fiam, csak most értettem meg, hogy a halál nem nagy dicsőség. Két dolog van, amit érdemes az utókorra hagyni. A becsület és a család. És maga, fiam, mindkettőt elvette tőlem, amikor szétlőtte a fiam farkát. És ezért meg fog halni. Rendben. 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 Igen, rendben. Már beletörődtem. Én mindig azt hittem, hogy az ember irányíthatja a sorsát, de tévedtem. Ha ezt akarja, essünk túl rajta. De mint férfi, és mint apa, le kell látnia, hogy a fia egy nagy seggfej. Valóban? Játssza ezt az őrült játékot a pisztollyal. Mesélte, hogy magától tanulta. Miután rám lőtt, visszadugta a pisztolyát a nadrágjába. Létezik a földön olyan idióta, aki szétlövi a farkát. Akkor gratulálok, serif. Az a fia. Átkozott kölyök! Most mi legyen, serif? Serif, nem ő tette. Már késő, Sims. Most már nem tudunk kiszállni. Most odamész és megölöd. De uram... Csak egy vagy két ember ölhette meg Johnsont, és most nem az egyik mellett állok, ugyebár. De serif, ez őrült. Sims, ebből az ügyből nagyon rosszul jönnénk ki. Menj oda és erezd golyót a koponyájába. Gyávák és idióták vesznek körül, mindent nekem kell megcsinálnom. Serif! Személyiségzavarban szenvedsz? Én nem. Fejezd be a mondatot, fiam, én hallgatlak. Én esküdtettem. Ezt nem engedhetem, maga megőrült, uram, én esküdtettem. Igen. Igaz, Sims. Igazad van. Sajnálom. De nem tehetek róla. Én csupán a fiaim javát akartam. Először is a fiamét. Aztán Johnsonét. De erre jön egy ilyen őrült állat, és kinyír téged is az én fegyveremmel. Tudja, fiam,
Egyet értek magával. Az ember nem irányíthatja a sorsát. A sorsot el kell tudni viselni. De én más vagyok. Az én pozíciómban a közérdekében nem válogathatok az eszközökben, mert én is esküdtettem. Az első a golyóiba megy, hogy tudja meg, milyen érzés. Maradjon, ahol van! Én senkit sem lőttem le. Igen, kezdek hinni magának. Szép lövés. Nem én voltam. Indított hajtóvadászat véget ért, és egyúttal fény derült az Oregon állambéli Langton rendőrségének korrupciós ügyeire. Miles Cooper sheriff és Hal Johnson rendőrtiszt halálának körülményeit kivizsgálták, és az FBI tisztázta a gyanúba kevert medikust. Amber Refkin visszavonta korábbi vallomását, miszerint Hillman lőtt rá a barátjára, Bo Cooper sheriff helyettesre. Továbbá egy videószalaggal is alátámasztotta Hillman vallomását, miszerint Bo Cooper fegyvere elsült és önmagát sebezte meg, miután megverte és kirabolta Hillmant. Elnézést, minden rohadék emelje fel a kezét, kérem! Vicces! Tetszett? Igen. Ez 18, lássuk, mit van. Áruld el, mióta vagy győztes típus? Tudni szeretném. Szia, Doki! Patrick, tévedtem. Mégis szeretnek. Nézd, ez neked jött. Ezt a pompom lányok küldték. Reméljük, ez majd lelkesít. Szeretünk Tracy és a lányok. Oregonból. Ígérd meg, hogy egyszer majd felnő. Igen, egyszer felnő. Jó van. Azt hiszem, ebből most elég. Rendben? Többé nem utazol nélkülem. Tudom. Küldj egy nővérkét, hogy megtörölgessen egy szivacsal. Igen, igaza van. Ez a playboy élet nem vezet sehová. Az ember szörnyen magányos lesz. Vedd el feleségül. Szüljön gyerekeket, és keressetek egy szép kertes házat. Majd arra is sort kerítünk. Tudod, mi kéne? Mármint, ha rendbe jöttél. Micsoda? Egy utazás. Egy utazást? Na, nem, azt soha többé. Jaj! Magyar hangok. Fekete Zoltán, Sesták Szabolcs, Urbán Andrea, Kisfalvi Krisztina, Bognár Tamás, Kristóf Tibor, Kapácsi Miklós, Pálfai Péter, Csompi Szildikó, Csuha Lajos, Megyeri János. Magyar szöveg Szász Andrea, hangmérnök Hidvégi Csaba, vágó Ulman Gábor, rendezőasszisztens Boskó Andrea, gyártásvezető Albecker Gabriella, szinkronrendező Csík Csaba Krisztián, producer Kovács Zsolt. A szinkront a Best Hollywood Kft. Megbízásából a Synchron Systems készítette.
they go on. Thing I change, couldn't ask for more. Nothing left to say. Put your work away, it's time to celebrate. It's a brand new day. Yesterday is as good as gone. Can't even remember what went wrong. Good for me, baby, good for you. Good for anyone who wants it too. It's a brand new day. Everything's going my way. Couldn't think of one thing I'd change. Couldn't ask for more, nothing left to say. Put your work away, time to celebrate. It's a brand new day. Yeah. Fall in love with love. Stop holding up the world. See how far we've come. It's a perfect time. Give a voice to our hearts. Celebrate this day. Say enough is enough. Yeah. Put your words away, it's time to celebrate.